A Budakeszi építészeti értékeiért díj egyik kitüntetettje 2018-ban a Gábor Áron 52-es számú ház. Ennek az épületnek a tervezője, mondhatni egyik tervezője, Hanusz Ákos, Mit jelent, hogy egyik tervező, hányan, milyen tímben tervezték meg ezt az épületet? Egyik volt évfolyam ma, Molnár József közösen terveztük ezt a házat, tehát ketten vagyunk, akik így megalkottuk ezt a egységet. Funkcióját tekintve mit lehet tudni az épületről? Ez ugye a környék megfelelően egy hosszú telken két darab két lakásos ház épült, tehát két ikerház épült a telekre, mind a négy lakás gyakorlatilag lakásként funkcionál. Most kapták meg a díjat, de az épületet azt nem most kezdték el építeni. Hány év alatt lett olyan, amilyen most, és milyen szakaszolással épült? Tegyen egy elég hosszú folyamat volt. 2013-tól kezdtük el építeni, folyamatosan építettük, ahogy ugye anyagi lehetőségeink engedték ezt, de a mi érdekessége, hogy előtte egy évig tartott, az mi megterveztük ezt az épületet. Az egyik oka, az miatt a díjazásra került az épület, az, hogy jól illeszkedik -e az itteni környezetbe, ugye az a sváb hagyományokat tovább folytatja. Hogy egy, hosszú telken több lakás is található, tehát jobb beilleszkedik ebbe a környezetbe. A másik pedig az, hogy technológia előre mutató, tehát amit elmondtak is, tehát hogy a pillanatnyi trendeknek is megfelel, illetve épület energetikai szempontokból is egy előre épület. Elég vastag 30 cm-es termoburokkal van körbevéve. A különböző erőnyulások úgy vannak megtervezve, hogy megfelelő módon az éghajlatunknak megfelelő módon márnyékolja, le. tehát a régi hagyományoknak megfelelően, hogy nagy előtetőket imitálunk, ami ugye a nyári benapozást télen viszont engedik a benapozást nyáron, ugye gátolják télen engedik. Ugyanakkor a napelemek vannak a épületre telepítve, hőszivattyús fűtésen működik, illetve hőviszonyos szerveztetés működik, valamint gyűjtjük a csapadékvizet, amit egyrészt a szürkevízként a vécéblítésre felhasználunk, illetve a locsolásra is szintén csapadékvizet használunk így fel. Építészként, építészekként ez akár referencia anyagnak is számít, hogy ismerték egy budakeszi típusú településen? Igen, maximálisan ez egy, azért egy nagyon jó referencia. Főleg így, hogy ugye nem neveztünk, hanem valaki jelölt az épületünket. Az ember magának tervez, akkor próbál saját igényei szerint kialakítani, tehát mint én, mint a kollégám, abszolút a családi állapotnak megfelelően lett megtervezve. Ugye barátomnál két gyerek, nálam egy gyerek van, tehát ennek megfelelő a kényelmi berendezése mind a két lakásnak. Lesz még folytatás, vagy elmondható, hogy ez az épület így van kész, ahogy éppen most látjuk? Hát szerintem kívülről nem lesz már folytatás, kívülről elérte már azt, a, amit terveztünk, tehát azt mondhatni, hogy százszerzalékos, belül vannak még apró csínyott hátra.